erre a versenyre amatőr zsűriként, majd olyan amatőr kategóri zsűriként érekeztem, és mint workshop adó tanár, és mint fellépő és felkészítő tanár is. Hogy sikerült az órád? A workshop órán most? Onnan jöttem. Jól. Mármint, hogy én jól éreztem magam. Szerintem úgy vettem észre, hogy azok is jól érezték magukat, akik bemondtak az órámon. Úgyhogy jól sikerült. Milyennek tartottad az amatőr kategóriát? Őszintén nagyon nehéz volt egy-két helyen pontoznom. Azért, mert nagyon... Ezt most nem rossz indulatban mondom, meg nem rosszból mondom, hanem nagyon sok volt az egyforma csapat, akik egy szinten vannak, ezért nagyon nehéz volt úgy pontoznom, hogy látszódjon sok különbség. Szóval nagyon közel, mert nagyon ugyanúgy pontoztam szerintem egy-két csapatot, sajnos nem direkt, hanem azért, mert egyszerűen nem tudtam különbséget tenni szintek között, mert vagy a ruhát tudtam feljebb pontozni és valamit lepontozni, vagy ugyanúgy valamit felpontozni, és a ruhát meg le most például. De hogy nagyon... Egyébként egy nagyon jó szint volt ez, amit láttam, csak nagyon nem voltak kiemelkedők, mert nagyon rosszak, nagyon jók, hanem egy nagyon erős középmezőny volt ez az egész amatőr szerintem. Nagyon örültem ennek egyébként a felkérésnek, mert őszintén én nem vagyok nagyon nyitott szemmel ebben a versenyvilágban itthon. Most kezdtem el egy éve így hitogatni a szemem errefelé, most kezdtem el versenycsapatot is csinálni, úgyhogy most kezdek ebbe a versenyvilágba belecsöppenni, és nagyon örülök, hogy ennyi tánciskolát látok, és tudom, hogy kik ők, honnan vannak, és mit munkálkodnak mondjuk egész évben. Nekem ez egy nagyon pozitív élmény, hogy ezt így tudtam ezt most csinálni. Van-e olyan projekt vagy munka, amin most jelenleg dolgozol, illetve vagyis a közeljövőre nézve, amit tervezel, valamilyen cél esetleg, vagy esetleg a csapatoddal? Hát most ugye fellépünk ezen a versenyen, a Red Sis-szel, én koreografáltam őket, de a Duki segített benne, szóval a Duki és én tettük össze a verseny számukat a lányoknak. Én most kezdtem velük dolgozni szeptemberben, nagyon örülök ennek a csapatnak, ők a fő projektem most jelen pillanatban, én velük szeretnék versenyezni, vinni őket versenyre. Benne van lehetőségnek, hogy valamikor külföldre is kinézünk versenyre, most ez sajnos nem jött össze, ugye lesz most a Varsói Vod, mentünk volna rá, de egyéb okok miatt, érettség és a többi, ez nem jött össze, de tervezem őket kivinni is külföldre versenyezni, tapasztalat miatt, meg úgy amúgy is. A formációval most ugye készültem, a Red One formációjával, az volt most ugye a projektjeim között, nyáron megyek tanítani, lekopogom elég sok helyre, hívtak szerencsére, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget is, és projektem, most a lányok a fő projektem, úgy érzem, a Red Sis, hogy őket szeretném még jobbá tenni, és a Red One-t építeni ezzel. Meg nyilván fő projektem még, végülis az a fő, hogy most elkezdtem egy basic csoportot indítani a tanfolyamon belül, a Red One keretein belül, és most ők a másik fő projektem, hogy őket kineveljem egy bizonyos szintre. A táncon kívül van-e valamilyen hétköznapi elfoglaltságod, amit nagyon szeretsz, vagy ilyesmi? Nincs. Ezt tudom, valakinek furán hangzik, valakinek nem. Én nagyon későn kezdtem el táncolni, de úgy érzem, hogy ezt fogom csinálni nagyon sokáig, és ennek nagyon örülök. Nyilván vannak hobbiaim, amit csinálok mellette, jógázom, és például meg angol tanfolyamra járok, hogy jobb legyen az angolom, úgyhogy ezek vannak így hétköznaponként, de nyilván a tánc az, ami kiteszi most így az életem 99,9%-át. Hogy érzed magad ezen a rendezvényen? Nagyon jól, kicsit meleg van, de ez nem baj, amúgy is most kint nagyon szép idő van, nagyon meleg, úgyhogy biztos ezért, mert tavaly is voltam, mint néző, akkor is már nagyon tetszett, és most egy picivel még jobb. Szóval a tavalyhoz képest ez nyilván egyre jobban majd növi ki magát ez a dolog, de nagyon érzem magam, szuper a szervezés, minden lépésemet figyelik, jönnek, szólnak, tök jó a műsorvezető, a Gábor, tök jó az egész szervezés, van Instagram fal, van Molino, van LED fal, van minden, úgyhogy minden eddig szerintem tökéletesen működik, úgyhogy nagyon jól érzem magam szerencsére, köszönöm. Van-e bármilyen üzeneted az edzőknek, a táncosoknak, bárkinek? Van. Nyilván én most zsűriztem ezen a versenyen először, és most kezdek ebbe belecsöppenni ebbe a versenyvilágba, mint az előbb már elmondtam.
Nagyon sok versenycsapatnál, koreográfiánál veszem azt észre, hogy a zenét nem úgy használják, ahogy én azt szeretem. Vagy lehet, hogy csak egy személyes vélemény, de a zeneiséget néha hiányolom a csapatokból. Megvan, egyszerre van, számolásra van, de vannak olyan mozdulatok, amiknek nem érzem az ízét, mert nem nincs olyan zenén, amilyennek én elvárnám, vagy mint ahogy a szememnek, meg a fülemnek jó lesne. Úgyhogy én ezt üzenném az edzőknek, hogy csak így tovább, mindenki nagyon jól csinálja, tényleg fergeteges formációk, szólók, duók, triók, kicsoportok vannak, látom a munkát, látom a belefektetett energiát és munkát, de kicsit a zeneiségre egy jobban figyelni egy kicsit. Ezt magamnak is üzenem, mert én is ezen vagyok, de nekem ez hiányzott egy-két helyen a versenyből.